Isten hozott mindenkit az Arcalon társalgó galéria virtuális produkciójában. Ez az első kísérletünk, hogy egy ilyen interaktív mozit készítsünk élőbe. Nagyon kérek mindenkit, aki bekapcsolódik a közvetítésbe, legyen kedves ezt a szót értelemmel kitölteni, hogy interaktív, mint ahogy a művész urak is ezt az interaktivitást, én azt gondolom, szó szerint veszik. A kiállításunk címe a taktilitás, igazából ez egy sorozat ötödik darabja, ami ugye kezdődött a percepciók sorozattal, de hát azt mondták nekem, hogy ami az interneten tegnap történt, az ma már nem érdekes. Úgyhogy a múltunkról nem beszélnék, hanem inkább koncentráljunk a jelenre. És szép csöndesen bemutatnám a résztvevőket. Pintér András Ferenc. Paf. Tőle teljesen szokatlan módon festménnyel és szoborral jelentkezett erre a kiállításra Zala Kovács mester, Zala Kovács József, professzor úr, népszerű nevén Füles, ezzel a művel jelentkezett, ami most éppen ott akcióba lendült. És miután ez egy sorozat, úgy gondoltam, hogy úgy rakjuk össze mindig, hogy azért egy-egy bölcsész is megszólaljon, és bemutatom Rozslai Esztert, Rozslai Miriam Esztert, hogy hivatalos legyek, és akkor nekifutnánk ennek a taktilitás, percepciók, még egyszer mondom, interaktív a kiállításról beszélgető programunk, és amit kapunk kérdést, azt én itt látni fogom, és azt meg fogom osztani a művész urakkal, és bizony, ha tudnak, válaszolnak is. Na, szóval fussunk neki. Szeretettel köszönöm mindenkit, és idefelé jövök, ezzel gondolkoztam, hogy a taktilitás és a képzőművészet viszonyában talán fontos lehet a kultúra fogalmának az általán használt értelmezését meghatározom, ezért ezek is egy kísérletet, és a számtalan megközelítés közül én a pályafél meghatározásból szoktam indulni. Egy kicsit kiegészítve azt gondolom, hogy a kultúra az az összetett egész, ami magára foglalja a formázat és a formázatlan tudásokat, a vélekedéseket, a hiteket, a művészetet, a morálokat, a jogot, a szokásokat, a fizikai környezetet, illetve minden olyan emberi képességet, habitust és cselekvést, amit a társadalom tagjaként az egyén elsajátít, megél, és a puszta létezésével önmagában már alakít. Ez az értelmezés számomra megkönnyíti annak a felismerését, hogy a kultúra az nem csak körülvesz minket, hanem részei és részesei is vagyunk, tehát elkerülhetetlen az, hogy a kultúra által érintődjünk. Érintetnek lenni pedig kétirányú utca, kölcsönhatásokat feltételez, és reflexiók számtalan sorát
idézi elő. Azt gondolom, hogy ugyanez történik egyébként a művészet és a művész esetében is. Tehát az őt körülvevő környezet érintése, a megérintődés hatására kiváltódik a vízió, és az aktivált alkotói képzelet tulajdonképpen önkényesen ezt a behatást és annak a benne létrejövő változásait lehasítja a fizikai valóságról, és addig érleli, formázza, míg nem anyagba fogalmazza tulajdonképpen. Mindennek nem célja, vagy nem feltétlenül célja valamiféle funkciónak a betöltése, de ettől a pillanattól fogva már a fogyasztón, tehát rajtam, a befogadón múlik, hogy képes vagyok-e, engedem-e, hogy ez a materializált érintés, tehát a lényegű alkotás engem megérintsen, és ha igen, akkor hogyan, és milyen mértékben. Tehát a létrehozott termék leválik az alkotójáról, és a kultúra részeként egy önálló útnak indul. És ez független attól ráadásul, hogy én a befogadó egyébként találkozom-e a művel, vagy tudomást veszek-e róla. Ezért is különleges egyébként számomra ez a mai alkalom, amit kifejezetten imádok a kortárs képzőművészetben egyébként, hogy újra találkoztatja az itt megjelent mestereket az általuk létrehozott alkotással. Igazándiból a képet és a szobor létrehozásával befejezetnek éreztétek-e az ihlető jelenséghez kapcsolódó érintettség élményeteket, ez engem rettenetesen érdekel, illetve hogy hogyan érzitek mindezt most, hogy újra találkoztok a műben és újra az aktivitás témájában kell beletalálkozni, vagy lehet vele találkozni. Először is azt mondanám, hogy nagyon fontos, amiket mondtam, és főleg azt mondom, hogy megint találkozunk azzal, amit mi alkottunk, vagy azzal a művel, amit mi alkottunk. Érdekes volt ez a feladat részemről, mert ez egy tematikus munka, ami vagy egy kiállítás, tehát ezt a tematikát az ember hogyan készíti el. Nagyon nehéz átfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az érintés, ami egy festőnél az egy eleve meglepő dolog, hogy az érintést azt mint egy ecsetet megfogom a festék illatával, és felviszem a vászonra, vagy valami a hordozóra az alkot. Abban az esetben, ugye ezek már mind természetes dolgok, de hogy tudom én ezt átadni egy olyan millióben, vagy pedig azt a tematikát, amit megkaptunk, ami még minket is kielégít, hogy ezt a folyamatot hogyan érje azzal a feladattal, amit megpróbál megvalósítani. Én ezért gondoltam azt, hogy rétegeket próbálok ezen az alkotással létrehozni, mert hogy nagyon sok rétűvé válik ez a dolog, ami megfogja az ember. Természetesen, de az is benne van, hogy én is megérintem, de esetleg a néző az a látvány miatt fogja megérinteni. Tehát amit én látok, olyan emlékeim képeim lehetnek, amit én már meg is érintettem. Tehát ugye azért jelennek meg itt a kis dobozkák, aztán egy picit a részegészségről is szeretnénk beszélni, de ez az a négy, én szerintem nagyon fontos dolog, a szem, a száj, a fül és az orr, ugye, amikkel valamit érzünk. Tehát meg tudunk tapasztalni valamit, és ugye azért mondtam, hogy a rétegekről szeretnék beszélni, mert úgy próbáltam ezt elképzelni, hogy ne legyen didaktikus. Ugye egyrészt a maga, aki a feladat az didaktikus, de az, hogy én ezt a hogyan alkotom meg,
ugye azt is próbálom elemelni a valóságtól. Tehát, hogyha én szemet rajzolok, az valószínűleg azt jelenti, hogy látok is vele valamit. Olyan mély értelmezések vannak, amik majd fontosak lesznek bárkinek. Tehát nem csak egy tájat láthatom, de azzal ki tudom fejezni perspektívával a föld ég, stb.-vel, vagy a beszél, ami a szájhoz kötődik. Ott viszont egy nagyon, hogy mondjam, csak egy egyszerűsített dologgal, hanghullámokkal meg tudom ezt jeleníteni. De ez azért az kell, hogy az alatta levő dolgot is elsajátítsa az ember, vagy legalábbis érzékelje. Aztán ugye az illatnál, ami megint egy nagyon fontos dolog, ugye itt is arról szól, hogy az órunkkal érezzük, és meg tudjuk, olyan emlékeink vannak a szagokról, illatokról, amik befolyásolják a saját létünket is. Mester, mondtál egy kulcsszót, az érintést, és muszáj közbeszólnom, mint a kiállítás kurátora, hogy a megérintett téged a téma. Abszolút. Egy kis nyelvi játék, a megérintettség és a megérintés. Mind a kettő. Tehát én szerintem a mai helyzetben, amiben most vagyunk, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha nem is tudjuk közvetíteni, hogy valaki jön és húzza be, vagy nyissa ki ezt a kis dobozt, vagy érintsen meg bármit, de hát ez, ami megengedett természetesen, akkor azért nagyon fontos. Tehát, hogyha én még egy mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy azért nagyon ez nem egy ilyen egyszerű munka volt, amit az ember egy belsőből érez, és van egy elképzelés, és akkor azt megvalósítja, hanem ezen gondolkodni kellett. Nagyon fontos volt a számomra. Én itt össze tudnám kötni a szinten felépített rétegekből építkező absztrakt gesztusképeken, hogyha fogalmazhatok így, hogy absztrakt geometriát belül, és a térisége, amit meg ez kifejez, vagy mondjuk úgy fogalmazott, hogy egy sík felületen próbálok, de mégsem teljesen sík, bár nem is örülőfről beszélünk, de hogy ugye az a fajta építettség, ami megjelenik a matériákban, az áttetszőség az, hogy látok egy mélyebben fekvő réteget, stb. Ugye ez a fajta törekvés a tér kifejezésére egy másféleképpen jelenik meg. Gyakorlatilag ugye, amikor a teret is hozom létre, egyébként hasonló anyagokból most így idézőjelve, de hogy például az acélra gondolok és a betonra, amikor egy szobrot formázok és munkázok, és ahogy a festmény felületén is érintkezem az anyagban, érintkezek a különböző matériákkal. Egy szobor esetében már még inkább, tehát hogy itt még hangsúlyosabban jelen a taktilitás, és arra is lefeltállva, amit ezt elmondott az elején, és a kérdésre van, hogy most válaszolva, hogy megpróbál mi válaszolni rá, hogy én mennyire válok a művel, mint az alkotó. Ezen én most nagyon sokat gondolkoztam, legalábbis ezt a 10 percet is beszélgettem, hogy én igazából már nem tudom, mert nem jó megközelítés, vagy hogy rosszul gondolom, de nem teljes értékben sosem válok a művel. Nyilvánvalóan már azáltal, hogy lehet tudja egy galériába, és vagy bárhol egy kiállításba, és egy másik értelmet, egy másik dimenzióba, egy másik értelmet
ugye, hogy nincs az volt, hogy a befogadó ezt érzékelje. Szóval ezt átadni egyébként, hogy milyen hangja, mennyire hideg, és hogyan csillog a felület, hogyan van fölcsiszolva, mondja a zakóképei, a válságképei, ahol a simogatja a tenyeremet, és a végeg, és már elkezdődik zörzsölni, harcolni, ez mind vizuális is érzékelhető, és ez a fajta kvázi inger szegénység, ami ma ugye jelen van az adott helyzetek okán is, hogy akkor a tőle nem fogadható, nem tud bejönni az a befogadó sem, aki kívánja arra a hatásra és érzékekre, amit a műveink tudnak sugározni feléjük, és ne akarsz akár megérinteni. Ezt azért igyekszünk átadni. Mester, hogyha az értelmezés szót használtad, először is szeretném értelmezni azt az anyaghasználathoz kötődést, ami ugye a doktori disszertációdnak is a fókuszában volt, és hadd osszuk meg a népekkel, hogy bizony 11-én DLA avatás, doktorrá fogadjuk a mestert, de nem engedlek ki a... ez aranyos volt, nem engedlek ki a kérdésből. Tehát az értelmezést meséltem neked, hogy egy nagyon kedves barátom a mögötted lévő művet tájképként apercipiálta. Ott a szürke sáv, mint folyó, a kis téglapiros foltok, egy kis falunak a világítását, hogy ettől te mennyire leszel rosszul egy ilyen értelmezést? Egyáltalán nem, sőt, szerintem ez a lényeg egyébként, hogy az, hogy én tudom, hogy a művel, hogy a naturán, én tudom, hogy a kifejezni, én hogy értelmezem, az egy dolog. Én vagyok a szülője, az alkotója, de egyébként, hogy az kinek mit jelent, és van, és kiből mit vált ki, gyakorlatilag. Ebben pont ez izgalmas, és pont ezért belül lesz, mert mindenki teljesen másképp, a saját első hatásai, érzelmei, világa, élményei, akár a fényviszonyok, akár az időjárás, akár belső másra asszociál egy műből. Tehát, hogy ez nem egy többet is egy dolog, hogy ez mi akar lenni. Az, hogy valaki egy narratívát lát, egy tájképet lát, egy abstrakciót lát, az pontosan az, amiről megszólnia kell, hogy ez igazából mindenkivel másképp kell, hogy megmutatkozzon. Mindenki másképp dolgozza fel azt, amit lát. És egyébként ezért is nagyon szerencsés az, hogy
Minket tudjátok, én nem szeretek egyébként sem, most szeretek címet adni a műveknek, ezért vannak sorozat címeim számok, amik egy bizonyos rendszert ér vele. Tehát, hogy nem akarom elvinni egy olyan világba a néző, amivel én már meg akarok valamit szabni neki, hogy ő hogy értelmezze a művet. Mindenki értelmezze a művet úgy, ahogy ő azt saját szűrőjén keresztül látja, és ahogy ő rá. Zalakovács mesterrel mi mind a fiatal generáció képviselői, ugye mindketten annak idején több ilyen vitába vettünk részt, ugye, hogy kell a műnek cím? Tehát, hogy van egy kiinduló pont, mert a gondolkodásunk az abszolút akárhogy is lesz. Viszont ahhoz, hogy eljussunk az abszolút értelmezéséhez, hogy a naturából kell kiindulnunk mindig. Tehát itt van egy olyan réteg ennél, hogy még a színekről nem beszéltünk, de mert talán azt egyszer később kielemezzük, de hogy amit meg tud a néző fogni, ugye? Tehát a szemet, füvet, szállat, meg tudom fogni. Viszont ha becsukom, már nem látom. Tehát akkor már csak az abstrakció létezik, ami el tudom képzelni, hogyha már tudom azt, hogy az alapban milyen elég meg. Tehát azért mondtam, hogy ez egy rétegekről szól ez az egész. Igen, a rétegek azok jelen vannak egyébként. Te művészet? Hát és a tanulás élményeinkben is, ugye, mert akinek fogalma sincsen róla, hogy milyen felület a beton, ugye még az sem biztos, hogy be tudja azonosítani akár, ugye, akit nem látja. Tehát, hogyha kizárólag a vizuális megoldó fogalmatja be. Tehát ott kell egy beton élménnyel rendelkezni, hogy ennek a felülete üdsös, hogy ez hűvös. Én nagyon, nagyon szerettem egyébként, és kicsit előrevetítve majd a következő kiállítást, hogy a sík kép és a térbeli alkotás. Ugyanis itt a tömege is érdekes ennek a műnek. Nem akarom megosztani a nézőkkel vagy hallgatókkal, hogy szerintem ez azért bőven 50 kiló fölött van ez a alkotás, mert ez tényleg tömör beton. Nem atrap, nem úgy csinált, mintha, hanem ez tényleg az. Én nekem a hangja tetszik nagyon a műnek egyébként. Van valami kis távol-keleti élményem. A rossz szellemeket talán elűzi vele a paf. Ez is egy értelmezés. Én a Zalakovács mestert megkérem, hogy nyissa ki újra a dobozainkat, mert nekem a doboz, mint bedobozol, is érdekelne, hogy a dobozba szárt lélek, és a kiszabadított titok az, hogy kerül az asztalra, hogy kerül a falra. Mennyire akartál titkolózni? A titok az bennünk van. Tehát én nem tudok elképzelni semmit, nincs is hozzá jogom, hogy mások elől egy műalkotást, vagy egy olyan képet, amit én készítek, azt eltitkoljam. Én meg szeretném mindenkinek inkább mutatni. Tehát a titok mindenkinek ott rejlik, aki felfedez valamit, tehát azokat a rétegeket, amit
ezelőtt is beszéltünk a vételekről. Úgyhogy én teljesen nyitott vagyok, hogy ezek a dobozkák is kinyílnak. Én azt gondolom, hogy a beszélgetés vége felé még egy körkérdést én megfogalmaznék, úgy amúgy, hogy a többi műhöz viszonyítva, hogy gondoljátok, hogy a kollégáknak is ugyanígy sikerült ezt a tematikát láttatni? Tehát, hogyha ti mint nem alkotó, hanem mint néző viszonyultok a dologhoz, ajánljátok a következő csütörtöki beszélgetést a nézőinknek? Mit gondoltok erről? Nem volt ezért, minden művész teljesen más vonalakba próbáltam megközelíteni a kérdést. Nagyon izgalmas munkák születtek, és azt valószínűleg majd a művészek el fogják mondani, hogy ők mit gondoltak, amikor ezt a művet létrehozták, és milyen szándékkal emelték be kellett ennek a művében. Mester? Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját egyéni megfogalmazásán gondolkozott, és ez a fontos. Ami közölni akarunk valami, akkor annál fontosabb nincs, hogy magunkban lenne dolgot próbálják közvetíteni. Hát ezért van az, hogy nem vagyunk egyformák egyáltalán, és mindenki a saját közlését jelenti meg ebben a kiállítás, és ez egy nagyon fontos dolog. Megtiszteltetés, hogy beszélgethettem veletek, és a látom, Rozsley Eszter végzett mára, és azt gondolom, hogy mi is búcsúznék, és jövő csütörtökön 14:23-kor találkozunk. Köszönöm a figyelmet!